Híradónkat látják, köszöntöm Önöket! Háromtagú kínai delegáció látogatott ma városunkba. A kínai nagykövetség kereskedelmi tanácsosa és kollégái a délelőtt folyamán gyárlátogatáson vettek részt a Yanfeng és a Pápai Hús Kft. Üzemében, délután pedig Áldozó Tamás polgármesterrel folytattak tárgyalásokat a Városházán. A kínai tulajdonosok által üzemeltetett gyárakat tekintette meg ma délelőtti látogatásán a háromtagú kínai delegáció. Chou Shiqian, a kínai nagykövetség kereskedelmi tanácsosa és kollégái először a Yanfengben, majd a Pápai Hús Kft. Üzemében jártak. Az elmúlt időszakban jelentős mennyiségű termék kerül kiszállításra Kínába. Az elmúlt évben mindegy 52 konténer áru ment ki, és hát a jövőt illetően is a kínai piacra szeretnénk intenzív szállítani, és a kapcsolatot erősíteni és tartani. A Pápai Hús Kft. 2016. december óta került kínai tulajdonba, és mintegy 1500 tonna hústerméket exportált Kínába. A delegáció Kovács László ügyvezető igazgatóval tárgyalt, majd látogatást tette a kiemelt higiéniai övezettel rendelkező szeretelő és csomagoló üzemben, illetve megtekintették a belföldi készítménygyártósort is. Délután pedig dr. Áldozó Tamás polgármesternél tettek látogatást. Ma a Pápai Helyi Gazdaságban a kínai tulajdonú gazdasági társaságok meghatározó szerepet töltenek be. Két ilyen nagy kínai tulajdonú gazdasági társaságunk van. Az egyik az a Pápai Hús, a másik pedig a Yanfeng. Ez a két gazdasági társaság 3500 körüli munkavállalót foglalkoztat, és jelentős mennyiségű helyi adót fizet be a Városházára. Korábban is voltak már további kezdeményezések is kínai együttműködésre a városban. Mi számítunk arra, hogy a jövőt illetve továbbra is stratégiai befektetőként számíthatunk a kínaiakra. Az, hogy a jövőben érkezik-e újabb kínai befektető Pápára, a városon nem múlik, hiszen rendelkezik iparterületek kialakítására alkalmas területekkel, infrastruktúrával, így mindenképpen alkalmas további beruházások fogadására, tudtuk meg a városvezetőtől. Ravasz László a 20. századi református egyház kiemelkedő alakja volt. Életútját, tevékeny szolgálatát mutatja be az a kiállítás, mely a pápai református teológián nyílt. Az igényes tablósorozat nem csak a püspök tartalmas életének állomásait részletezi, de a történelmi háttérről is átfogó képet ad. A kiállítás Ravasz László születésének 135. a reformáció 500. évfordulójára készült. Létrejöttét az EMMI, az NKA és a Református Közéleti és Kulturális Központ alapítvány támogatta. A megjelenteket dr. Németh Tamás, a Pápai Református Teológiai Akadémia rektora köszöntötte, aki több erekjét is őriz, mely Ravasz Lászlóra emlékezteti, így például bibliai könyvjelzőjét is. Ravasz László élete összefonódik a magyar történelemmel, annak minden dicsőségével és tragédiájával. Olvasható az egyik tablón. Ravasz László Trianon után települt át Erdélyből Budapestre. 1921-től a Duna melléki református egyházkerület püspöke volt és a kálvintéri gyülekezet lelki pásztora. Közel 10 éven át ő volt az egyetemes konvent, a zsinat és az Országos Református Lelkész Egyesület elnöke. 1948-ban mondott le tisztségeiről. 1953-ig még folytatta lelkipásztori munkáját, majd visszavonult Leányfalura. 1956-ban tért vissza a közéletbe, rövid időre. November 1-én rádióbeszédben szólt a magyarokhoz, élére állt a református megújulási mozgalomnak. 1957-től haláláig Leányfalun élt, teljes visszavonultságban. Nem prédikálhatott, de rengeteget dolgozott. Fordított, műveit rendezte, emlékiratait állította össze. A megnyitón Steinbach József püspök szólt a kiállításról. Ez a kiállítás bemutatja, mint püspököt. Elénk tárja, mint prédikátort, kiemelve külön, mint rádiószónokot. Bemutatja Ravasz László és az irodalom kapcsolatát, összegzi írásait, publikációs tevékenységét, részletezi az 1956-os szolgálatát, valamint felvillantja a leányfalui visszavonulás idejét, és végül a kiállítás családi tablóval zárul. A család részéről Ravasz László egyik unokája, dr. Szacsvai Éva néprajzkutató emlékezett. Az érdeklődők megismerhették a református püspököt, mint embert.
Dr. Szacsvai Éva külön szólt a leányfalui évekről, ahol ugyan teljes visszavonultságban élt az egykori püspök, de nagyon sokan látogatták. Az emlékkiállítás egy hónapon át tekinthető meg a Pápai Református Teológiai Akadémia földszinti áhítatos termében. A tárlat megtekintéséhez előzetes egyeztetés szükséges. Országos első helyezést ért el földrajzversenyen a Tür István Gimnázium egyik az Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diákja. Bati Ágota az Itthon, Otthon vagy elnevezésű versenyen lett az országban a legjobb, osztálytársa Budai Viktória pedig elnyerte a legjobb szóbeli feleletért járó külön díjat. 8. alkalommal szervezték meg az Itthon, Otthon vagy elnevezésű földrajzversenyt, melynek döntőjébe két tűrös tanuló is bejutott, mondta el a diákok felkészítő tanára. Az Itthon, Otthon vagy országos földrajzversenyt a Tatai Gimnázium rendezi, immár 8. alkalommal. Ezen a versenyen a tananyag mellett Magyarország egyes régióit kell megtanulni a versenyzőknek. Egy írásbeli forduló után pályamunkát kell írni, így lehet bekerülni az országos döntőbe. Hát nagyon-nagyon boldog vagyok, és nagyon büszke vagyok a lányokra. A verseny idei témája a Balaton felvidéki nemzeti park volt. Ezzel a tájjal kapcsolatosak voltak a feladatok, tudtuk meg a versenyen részt vett diáklányoktól. Hát ugye a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkról volt szó, és mivel én is ott élek, azért nagyon tetszett a téma, és nagyon szerettem. Monostorapátiban élek. Ismerem, meg nagyon sok helyen jártam már a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban. Ágota elnyerte az országos első helyezést. Osztálytársa Budai Viktória pedig a legjobb szóbeli feleletért járó díjat szerezte meg a versenyen. A Balaton felvidékre kellett kirándulást tervezni, és előzetesen láttunk már egy pár PPT-t az ellenfeleinktől, és ők nagyon ilyen tudományosra vették, be is mutatták benne a Balaton felvidéket. Mi inkább a kirándulás jellegét fogtuk meg, ezért nagyon is féltünk, hogy nem ezt kérik. És a szóbeli felelet előtt megtudtuk ugye az írásbelit is, amitől én nem voltam elragadtatva a sajátométől, szerintem tudtam volna jobbat is csinálni, úgyhogy kicsit félbe mentem be. Ezért nem is gondoltam, hogy megkapom, de végül is sikerült. A versenyen jeleskedő diáklányok és felkészítő tanáruk is azt mondta, jövőre is indulni fognak a földrajz témájú megmérettetésen, sőt az Európai Unióról szóló versenyre is szeretnének benevezni. 11. alkalommal szervezték meg a városi sportcsarnokban a hagyományos ovis tornát. Az iskolába induló nagycsoportosok minden év tavaszán kipróbálhatják ügyességüket, és közösen sportolhatnak a számukra hatalmas térben. A programot idén a városi óvodák rendezte meg. 10 évig az egészségnevelő munkaközösség, idén pedig már a városi óvodák rendezte a sportcsarnokban a játékos ovis tornát. A gyerekeket Unger Tamás alpolgármester és Csákvári Judit, a városi óvodák vezetője köszöntötte. A feladatokat Maráci Judit és Koncs Sándor ismertette a gyermekekkel. Az első pillanattól fogva mellett állt ennek a rendezvénynek, végig segítette a játékok lebonyolítását, és nagyon fontos kiemelnem azt, hogy a városi sportcsarnoknak a felszereltsége, vagy a Petőfi Gimnáziumnak az eszköz felszereltsége mindig rendelkezésünkre állt Koncz János testnevelő tanár segédletével. A játékos feladatok között padgyakorlatok, labdajátékok és karika gyakorlatok szerepeltek. A torna zárása pedig mindig valamilyen humoros játék. Én úgy látom, hogy minden gyerek alig várja, hogy ő is ide érkezhessen ebbe a sportcsarnokba. Ugye az elmúlt időszakban már különféle helyekre visszük az iskolába készülő gyerekeket, ahova meghívást kapunk, iskolákba, egyéb városi rendezvényekre, Mozdulypápa és a városi sportcsarnok, és valahogy már ráhangolódnak arra, hogy ez az ő kis közösségük ilyenkor már kimozdul a kisebbek mellől, és készülnek az iskolai életre. A hétfő délelőtti foglalkozáson közel 300 gyermek töltötte tartalmasan az idejét. A 9 városi óvoda mellett a katolikus, a lovászpatonai és a homokbödögei intézmények gyermekei is részt vettek a programon. A játékos foglalkozás végén minden gyermek oklevelet kapott. Holnap kellemes napos időre számíthatunk, jöjjön az időjárás jelentés.
Szerdán kezdetben már csak néhol délnyugaton lehet egy-egy zápor, a délelőtt folyamán viszont mindenütt megszűnik a csapadék, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Többfelé megerősödhet az északi a szél. Napközben 20-24 fokos maximumokat mérhetünk. Kedves nézőink, ezek voltak mai híreink, nézzék továbbra is műsorunkat, viszontlátásra!